Tisztelettel köszöntöm Dannár tábornok úr, ismét honvédelem napja. Miről szól a mai rendezvény? Nálunk katonáknál a Magyar Honvédelem napja több évtizedes hagyomány. Aktív korunkban is mindig megünnepeltük a Magyar Honvédség napját. Akkor még más dátumhoz kötődött, 1992-től a Budavár 1849-es visszafoglalása ennek a napja. És úgy gondoljuk, hogy ez a Magyar Honvédelem napja, mi katonák, tehát katonáknak kötődve a korábbi hagyományainkhoz olyan, hogy összejövünk egy baráti beszélgetéssel, egy kis megemlékezéssel és egy jó hangulattal. Gondolunk erre. 4 órakor kezdődött ez a mai rendezvény, méghozzá a pávakör az énekkórus fellépésével. Milyen sikert arattak? Hát nagyon szépen megköszöntem a pávakörnek a fellépését. Viccesen mondtam nekik, hogy jó pár olyan nódát is előadtak, amire visszagondolva még sorkatona korra, hogy mondjuk közel 50 évvel visszagondolva, időnként erre meneteltünk, ilyen nótákra, ugye a százados úr és így tovább, tehát jó volt hallani ezeket a számokat. Hát megígértük nekik, hogy máskor is szívesen látjuk őket. A kiszűrődő hangokból nagyjából azért tudható, hogy nagyon jó a hangulat, ez mondjuk mindig így szokott lenni, de hogyha megjegyezhetem, egy picit szerényebb a műsor, tehát most nincs itt például a Honvéd Néptánc Együttes, ennek mik az okai? Hát nagyon egyszerű, anyagi okai vannak. Most már évek óta a Magyar Honvédség is szigorú takarékosságra van kényszerítve, és a Honvédelmi Minisztérium is. Ugye olyanok az anyagi lehetőségek ismert, hogy alig ér el a GDP 0,8%-át a Magyar, tehát a Honvédelmi Minisztérium költségvetése, és lényegesen kevesebb az, amit a tárca tud finanszírozni. Korábbi években, még egy 10 évvel ezelőtt fel tudták azt vállalni, hogy a művész együttes általában 2-szer tudott egy nyugdíjas klubnál ingyen fellépni, ebben az évben már sajnos 1-szer vagy 2 évente 1-szer. És hát ugye a lehetőségek, ahogy csökkentek, úgy vagyunk kénytelenek mi is visszalépni és más megoldásokat keresni. De nagyon jók ezek a pávakörös fellépések, vagy hogyha ugye tavaly is tudtunk, amikor tavaly szeptemberre is volt, akkor más műsort adtunk, itt járt a Besnyői Népdalkör, itt járt a Belojanisi Görög Tánc Együttes, tehát minden nagyon színvonalas műsorokat, és hát reméljük, hogy a következő rendezvényünk, ami szeptember 29-én lesz, akkor szintén egy színvonalas műsort tudunk rendezni. Reményeink szerint a Besnyői Csengettyű Együttes fog fellépni. Nekem nagyon tetszett, láttam őket, és biztos, hogy itt is nagy sikert fognak alatni. A jövendő, tehát a szeptember 29-ig a rendezvényünkön szeretném még azt elmondani, hogy 3-as ünnepez nekünk. Ugye ismert, hogy október 1-e az idősek világnapja. Hát mi már túl vagyunk a 60-on, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy azt is ünnepeljük. Most már 7. éve rendezzük meg az Ercsiben működött katonai szervezetek csapatünnepét. Tehát mi katonák azt mondjuk, hogy visszagondolunk az Ercsi alakulatra, beszélgetünk, meghívjuk a korábbi volt kollégáinkat, és nagyon jól érezzük magunkat. És a harmadik apropó pedig az, hogy ekkor ünnepeljük, 1977. október 1-én alakult meg a még akkor a Honvéd nyugállományok baráti köre, ami napjainkra a Honvéd nyugállományok klubjává nőtte ki magát, és ekkor ünnepeljük a 35. évfordulónkat is. Hát ugye a nagyságrendben ezt valamikor megalakította 8 nyugállományi katona, a mostani taglétszámunk pedig 155 fő.